profik, kiképzett kommandósok, katonák követték el a párizsi merényletet az iszlámot sértő karikatúrákat közlő szatirikus lap szerkesztőségében. Megfontoltan mozogtak, célzott lövéseket adtak le, szabályosan kivégezték az embereket. 12 embert, köztük két rendőrt és a lap főszerkesztőjét is. A géppisztolyos támadók 11:30-kor léptek be a szerkesztőség épületébe, ahol az újságírók éppen értekezletet tartottak. Ezután 5 perc alatt nagyjából 30 lövés hallatszott. Szemtanúk szerint a fegyveresek azt kiáltozták, hogy megbosszuljuk a prófétát, és állítólag az Al-Qaidát is emlegették. A támadók távozóban az utcán is lövöldöztek. Egy földön fekvő sebesült rendőrt szabályosan kivégeztek, egyikük közvetlen közelről fejbe lőtte. Az elkövetők egy autóval menekültek el, majd egy másikra cserélték. Egyelőre semmit sem tudnak arról, hogy merre lehetnek. Elemezzük a videókat és a térfigyelő kamerák felvételeit, mondta a párizsi rendőrség illetékese. Egy órán belül a francia elnök is a helyszínre sietett. Addig üldözzük őket, amíg kell, hogy elkapjuk, bíróság elé állítsuk és elítéljük őket. Franciaország sokban van, ez egy terrortámadás, mondta Hollande. A belügyminiszter a legmagasabb terrorkészültségi szintet rendelte el. Az iskolákat bezárták, több szerkesztőséget rendőrök őriznek. Mindenkit mozgósítottunk a belügy és az igazságügyi minisztériumban, hogy a nyomozás gyors legyen és az elkövetőket azonosíthassuk, mondta a belügyminiszter. Beszéltünk a Liberation című lap egyik munkatársával, aki azt mondta, hogy Párizsban nincs pánik, de az embereket sokkolta, ami történt. Inkább összefogást és békés felháborodást tanúsítanak az emberek a gyűlölet ellen, és félnek, hogy a muzulmánokat összemossák a terroristákkal. A lap főszerkesztője, több híres karikatúristája, újságírója is az áldozatok között van. A védelmükkel megbízott rendőrt is lelőtték.